Hölgyem, uram, meghoztam az ételt, jó étvágyat kívánok. Na végre már majdnem éjjel haltam. Állj azonnal, állj! Mit csinálsz? Még képet csinálok, mit csinálsz? Nem jó, szél. Várjál még egy kicsit. Te most mit csinálsz? Így jó lesz, jók a fények. Úristen, ezt már kajak nem hiszem, mert mit csinálsz? Normális vagy? Akkor csinálok most már én is egy képet. Hát ezt nem hiszem, már jókor jut neked is eszedbe képet csinálni. Na, kajam már jéghideg, nem is kell. Kösz! Komoly karikákat lehet fújni egy gyújtóval? Ha visszafele pörgetjük? Pörgessük visszafele, és nézzük meg, lesz karika? Az állítás igaz! Na jó, srácok, meghoztam a takarókat, meg a párnákat, hogy ne fázzatok este, jó? Amikor apád játssza a fejét a haverja előtt, de anyukád ezt meghallja, és ezt nem hagyja. Hát hülye vagy, nehogy már még te kérjél bocsánatot, hát ő ment el, nehogy már te, nehogy papus legyél, hogy nehogy papus legyél, mert hogy akkor én veled nem fogok parátkozni, az egyszer biztos. Ezt ugye, szívem menjél hozzá egy sör, mert váglak nyakon, csak mondom. Hogy mi bajod van, mi? Mit nagy képüsködsz itt, mi? Mikor meg nincs itt senki, akkor meg mézlós mosogatsz, mi? Mit játsz itt a fejed, hogy te ilyen kemény, olyan kemény csal vagy? Hagyjad már magad, még egyszer megszólalsz. Így, menj hozzá be egy sört, mézd kifele a kutyát közé, ott alszott te. Jó, bocsánat. Ez most egy kivételes alkalom, jó? Bocsánat. Na, hogy azt hiszem, hogy én is papucs vagyok? Még ha biztik én elej papucs, mi van veled? Szívem, melyik a körmöshöz? Szerinted milyen színű legyen a körmöm? Nem tudom szóval, hogy milyen színű legyen a körmöd. Igazából teljesen mindegy, mert úgy olyan lesz, mint amit mondok. De olyan lesz. Milyen színű legyen szerinted? Jó, hát akkor legyen kék. Hogy milyen színű legyen kék? Hát tudod, hogy utálom a kék szín mi? Nem tudom, melyik kurvádnak volt a kedvenc színe a kék, de én utálom. Na most már csak azért se lesz olyan, mint amit te mondtál. Olyat már hallottam, hogy forró csoki, de olyat, hogy forró Nutella, hát olyat még biztos, hogy nem. De most megnézhetjük, hogy működik-e, de szerintem amúgy nem fog működni, mert egy hulladék fosszar lesz, de nem baj, nézzük meg. Na akkor ezt belezzük is ki, tegyünk bele Nutellát. Na ez már üres is, gyors teszek bele egy kis Nutellát. Vop, mehet rá a fólia. Cák. És főtt gyerekek, mint a kávé, a Nutella az ott maradt, vagy nem tudom mi az, de fii, na kóstoljuk meg. Na srácok, tettem bele kanalat, kicsit felkeverjük, meg hát a kiszúrja a szemem, na nézzük. Fii, nagy vízízű. Hány Jordan van? Gyertek srácok, nézzük meg. Egy Barcelona, azt hiszem, ja. Ez itt egy Triple White Mid, azt hiszem, ja. Akkor van ez a Tangán. Van ez, de ezt csak azért vettem meg, figyeljetek. Ez négy, mert úgy gondoltam, hogy ez így komoly szett. Nyissuk ki ezt a bőröndöt. Na szóval, ez itt egy mokka, ez egy speckó cipő nekem. Gálik Bálint, ja. Egy Dunk Champion, és egy, ezt tudja, fasz valami Dunk. Még egy Force. Akkor van még itt van egy ilyen kis izém. Hát nem vágom amúgy ennek mi a neve. Ilyen alacsony szar, ja, de amúgy ez Jordan. Ja, és akkor kezdjük el, figyeljetek. TM. Amúgy kajak lassan nyithatnék egy cipőboltot. Kecsi ilyet? Jó, itt van az a két bolond, akiről mindig szoktam lesni az iskolába, mindig segítenek. Oda megyek már kicsit jó pofáskodok, tudjátok. Hát ha jövőre is segítenek, na csak ne bukjak már meg. Sziasztok, mi a helyzet, hogy vagytok? Gyertek barátaim! Ja, itt van az a két bolond régi osztálytársam, akivel mindig lestem, mindig ők segítettek. Tehát már nem vagyunk osztálytársak, már nem kell jó fogáskodjak. Csak nem láttok meg. Ahogy régen tipmixeztem, VS hogy most? Gól! Tudtam én a tuti, bazd meg, ilyet! Nem hiszem el, 200 forintot nem bírok nyerni, hónapok óta nem nyertem egy forintot sem. Még az a rossz 200 forintot sem tudom visszajönni, mindenki játszok, én nem te kajak. Te
De Szivan, mi van veled amúgy, te már nem tipmixezel? Soha nem is nézed már a meccset, nem szoktál már játszani? Vagy mi történt? De hogy ne játszani, életem a tudod, hogy ne, hát életem a játék. Csak ha nem kút fejből játszok, hogy 3 hónap alatt 200 forintot emberok nyerni összesen, Bethunter 18-al játszok. Nem kell izgulni, úgyis cserünk profi tippek, nem kút fejbolondságok. Hogyha ide néztek, kikattogtatja már tőled egész órán? Gálik úr, magad? Azonnal hagyja abba, még egyet mer kattintani a tollat, azonnal zavarom ki igazatlan óra. Érted, amit álló elnézést, nem fogom többet kattogtatni. Na szóval, akkor hogyha... Csak nem hallja meg. Kifele! Füstölt kolbász, csoki, tejszínhab, na ez már komoly lesz, na nézzük meg, komoly lesz. És tudod, most bevágtam volna, ja nincs kolbász, fasz nincs, falusiaknál mindig van kolbász, alapszabály. Tadadadam! Hopp! Na tehát megvan minden, kolbász, csoki, tejszínhab, nézzük meg, egyben milyen? Na tehát, kolbász, csoki, tejszínhab, na ingyenc falat lehet ez amúgy, na nézzük meg. Szegény kolbászt így megalázni, bazd meg. Amúgy nem komoly, gyenge. Gálik úr! Volt olyan, figyeljetek, friss jogosítványom volt, de a spanonnak már volt autója, neki már volt jogosítványa, minden, eljött értem. Habisztikű, megyünk az iskolába. Azt mondja, pattanj be, te vezet az iskoláig. Amúgy nem volt messze az iskola, egy ilyen, nem tudom, 20-25 kilométerre. Már egy órás későben voltunk, tehát teljesen mindegy, nem is értünk meg semmi. De nagyon éhesek voltunk, mert minden büfében, hogy tróger kaják voltak, megálltunk a spárba, vettünk kaját, inni meg minden. Végeztünk is, bepattantunk a kocsiba, tolatnék ki, belakom lükfelek, az hét nézek soha senki. Tolatok, nézek hátra, erről nézek hátra, arról, figyelj, jövök így, ez egy öreg asszony, figyelj, így. Csak neki tolattam az öreg asszonynak, elburult meg mindenki, kipattantam a kocsiból, úristen jól van, ne haragudjon, az volt az öreg asszonynál egyszer egy kiló kenyér, fogta hozzám, vágta, szét csattant rajtam a kenyér, volt nála 2 narancs, megdobált a narancsa, az meg, felszállt a biciklire, és tovább tekert. Bazza mondom, ilyen a világon nincs. Na, halló, anyu, na mi a helyzet? Én minek neked ez a méreg drága telefon, úgyhogy nem vagy képes felvenni, mi? Vedd fel rajta a hangot, hogyha kereslek, jó? És mi van, hogyha valami baj van, valami baj miatt kereslek? Mi, akkor mégis mi van? Hát fú, ahogy meghallottam, felvettem, na most nem tudom, miért vagy itt kiakadva. Miért van, valami baj? Nem, pont, nincsen semmi baj, csak azért hívtalak, hogy kész van az ebéd, tehát gyere haza és egyél. És még egyszer, hogyha nem veszed fel nekem a telefont egyből, esküszöm, hogy el fogom tőled venni, mi? Mindenkinek ez a méreg drága telefon, nem is vagy képes felvenni, mi? Kész vagyunk, na, hogy áll a bébi? Hogy érzi magát, hölgyem? Á, doktor úr, kérem, szabadítson meg, nagyon fáj, nem bírom már! Képzelje el, most van egy olyan program, hogy maga akár 20, 40, 60, 80, vagy akár az egész fájdalomnak a 100%-át oda tudja adni az apának. Na, szívem, mit szólsz? Ah, jó van, oké, mehet, akkor kezdjünk egy 20-assal, nézzük meg, mennyire lefájhat ez. Oké, akkor mehet egy 20-as. De semmi, nem érzek semmit. Jöhet 40. Kevés? Akkor mehet a 40. Ezért nyapogsz. Én mindig nem érzek semmit 40%-nál. Uram, mehet a 60%-a. Semmi se. Érdekes. Akkor a 60%-a? Hát ezt most már biztos, hogy meg fog érezni, uram. Pillanat, haló? Figyelj már, nem fogok tudni ma menni veletek focizni, mert úgy fáj a hasam, hogy nem tudom, mit tettem, de nagyon fáj a hasam. Mindjárt beszarok, az úgy fáj. Uram, mert a 100%-a! Ah!
Amikor apukádnak, vs. amikor anyukádnak mondod a boltba, hogy szeretnél egy új ruhát. Apu, apu, nézd, milyen jó ez a garbó, milyen jó lesz ez télen, takarja a nyakam, nem fogok megfázni. Ezt megveszed nekem, léci? Fiam, garbó, így neveltelek, garbó, nekünk nem kell garbó, mert olyan erős a nyakunk, hogy nekünk mi nem fázunk, meg nekünk nem kell garbó. Ez egy fölösleges dolog, ezt tedd vissza, fiam, nem veszem meg. Anyu, nézd ezt a garbót, milyen jó. Garbó, kisfiam, ez nagyon jó választás, mert védi a nyakadat télen, nem fogsz megfázni, így spórolunk a gyógyszeren is, meg minden, ez egy nagyon jó választás, ez igen. Igen, és nagyon jó, kényelmes is, mert már felpróbáltam. Megveszed nekem, léci? Hát persze, hogy megveszem, kisfiam. Azonnal vidd a kasszához, megyek is fizetem. Te készíted a tajkártyádat, mert 1000 orvos nem tesz össze. A belső zsebedbe tegyél egy tajkártyát, hogyha jön érted a sziréna, akkor ne legyél hiéna.